Hello mindenkinek! Folytatjuk a görög mitológia istenségeivel való ismerkedést. Ha még eddig nem láttad volna, akkor mindenképpen javaslom, hogy nézd meg a világ és az istenek születése a görög mitológiában, illetve a görög mitológia főbb istenei egy című videót. Ez utóbbiban megismerkedtünk Zeusszal és testvéreivel, vagyis Kronosz gyermekeivel, ebben a második részben pedig beszélünk egy kicsit Zeusnak Hérától, illetve másoktól született gyermekeiről, akikből aztán fontos istenségek lesznek. Tehát, ha úgy tetszik, akkor következzenek Kronosz unokái. Tehát először nézzük Zeus és Héra gyermekeit. Összesen négy gyermekük született, de ezek közül kettő az, aki így fontos a görög mitológia, meg úgy az irodalom tanulás szempontjából. Az egyikük Héfaisztosz, aki hát szegény bízvás nevezhető a görög istenek közül a legnagyobb lúzernek. Egyrészt szegény nagyon csúnya volt, tehát már akkor csúnya volt, sánta, ezért a saját anyukája lelökte az Olimposzról, Olimposzról, illetve egy másik verzió szerint, egyszer amikor Zeus és Héra vitatkozott, és Héfa istosz az anyjának adott igazat, az apja lökte le. Tehát Zeus volt az, aki lelökte az Olimposzról. Lényeg a lényeg, hogy, hogy egy nagyon sok szempontból nagyon szerencsétlen sorsú istenség, már ha egy istenre lehet ilyesmit mondani, hiszen ő maga nagyon csúf volt, ennek ellenére a sors iróniája, hogy az Istennek a legeslegszebb Isten nőt, Afroditét adták hozzá feleségül. Viszont Afrodité elég sokszor megcsalta Héfaisztoszt, főleg, főleg Árészsal, aki szintén Zeus gyermeke, Héfaisztosz édes testvére volt tulajdonképpen. Bár egyébként van olyan forrás is, amelyik azt mondja, hogy Héfaisztosz az Zeus közreműködése nélkül született, tehát hogy, hogy Héra önmagából szülte meg de hivatalosan az ő közös gyermekeik közé számít. Na szóval szegény egy elég, elég szerencsétlen sorsú istenség volt, pedig egyébként egy nagyon fontos pozíció volt az övé. Őt a Kovács Istenség, Kovács Istenként szokták emlegetni, tehát ő felett az Istenek fegyverzetéért, de úgy általában a mesterségek a, férfias kézműves mesterségeknek az istene. Gyakran ábrázolják egyébként, sokszor kerül elő mindenféle művészeti ábrázolásban, de nagyon sokszor nevetség tárgya. A rómaiaknál is volt megfelelője, őt vulkánosznak hívták, és a rómaiak hite szerint vulkánusz az etna mélyén lakik, ott van a kovács műhelye, és amikor nagyon dolgozik, akkor, akkor ugye füstöl az etna, is időnként ki is tör. Tehát ennyit, ennyit ö, szegény Héphaistosról, más néven vulkánuszról. És akkor következik az ő testvére, Árész, aki egy nagyon férfias istenség, a háború és a, és a harc istene, de még majd látni fogjuk, hogy az okos stratégiával felépített háborúnak az istenője az inkább Pallasaténé, addig Ádész az a, az a dühött vad tesztoszterontól túlfűtött hadakozásnak az istensége inkább. Tehát kifejezetten egy dühös, nagyon sokszor rosszindulatú, bosszúálló, tulajdonképpen nem annyira jó istenség, aki, aki, a, a legnyugodtabb időszakokat is hajlamos fölkavarni egy kis ármánykodással, egy kis öm, öm, kakikavarással, tehát, hogy ő, hogy ő kifejezetten szereti, hogyha balhé van. Ő egy ilyen balhés figura az Istenek között lehet mondani. Felesége nem volt, viszont elszerette Afroditét. Héfaisztosztól, és tőle, illetve más nőktől is születtek gyermekei neki is. És mint mondtam, ő, ő, inkább harcias és erőszakos, mint okos, ezért nagyon sokszor keveredik olyan történetekbe, ahol, ahol végül alul marad. Hiába ő a háborúnak az istene, túljárnak az eszén. Még olyan is előfordul, hogy halandó emberek járnak túl az eszén, és halandó emberek győzik le. Legtöbbször két fiával szokott háborúba indulni, fobosszal, aki a gyűlölet, és Daimosszal, aki a félelem. Tehát velük szokott legtöbbször csatába vonulni. És ugye ez is jól jelzi tulajdonképpen a, a görög mitológiának azt a bölcsességét, hogy nagyon sokszor az értelmetlen öldökség, ö, öldöklés mögött ez a két dolog áll, a gyűlölet és a félelem. A rómaiaknál Mars a megfelelője, de a római mitológiában azért Mars egy, egy tekintélyesebb, egy bölcsebb, úgy tetszik, egy fontosabb istenség, tehát nem teljesen feleltethető meg egymásnak árész és mars, mars, sem, ahogyan a többi istenségek közül is elég sok olyan van, aki inkább csak hasonlít a római istenekre, de nem feleltethető meg teljesen, árész is ilyen. Tehát a rómaiaknál marsként szerepel, de mars azért egy, azért egy jobb arc mint Árész. Na hát ez a két istenség volt, aki ez a két istenség volt Zeus és Héra négy gyermeke közül, akikről érdemes beszélni igazán, mert fontosak az irodalom szempontjából. És most nézzük Zeusnak azokat a gyerekeit, pontosabban azon gyerekei közül egy párat, akik nem, akik nem, nek nem Héra volt az anyukája, hanem más nők. Ugye azt elmondtuk már a korábbiakban, hogy Zeusnak nem csak halhatatlan nőktől, hanem földi nőktől is születtek gyermekei, és ezek közül akadnak olyanok is, akik, akik föl léptek az Olimposz isteneinek a sorába, és fontos szerepük lett a mitológiában. Na először beszéljünk Afroditéről, aki, aki a legszebb, a legnőiesebb istennő, tényleg gyönyörű még, amíg az Olimposz istenei is Olympus isteneinek is leesett az álla a szépségét látva. Ő a szerelemisten nője, akinek van egy varázsöve, és az a vágyat tud ébreszteni az emberben, mégpedig olyan vágyat, amivel szemben tehetetlen az egyszerű földi halandó, de nagyon sokszor még az istenségek is tehetetlenek azzal a vágyal szemben, amit Afrodité ébresztett bennük. Arról is esett már szó, hogy Afroditének kétféle történet él, ami a születését illeti. Az egyik a kicsit szalonképesebb szerint Zeus és egy Dioné nevű istennőnek a lánya. A picit undib változat szerint Afrodite akkor született, amikor Kronosz legyőzte az apját Uránoszt, ugye felszabdalta, levágta a férfiasságát, és ez a himtag, ez beleesett a tengerbe, és az egyik változat szerint az ebből kicsöppenő vérből, egy még picit erősebb változat szerint az ebből kicsöppenő Ondóból született Afrodité oly módon, hogy a tenger így fölkavarodott, habot vetett, nagy hullámok lettek, és egyszer csak egy kagyló héjon kiemelkedett Afrodité Ciprus szigeténél, tehát Ciprus szigeténél jött ki a tengerből, majd a reneszánsznál fogjuk tanulni Botticellit, ezt a jelenetet ábrázolja, nagyon híres Vénusz születése című festmény. Tehát, hogy ilyen ellentmondásos születési sztoria van Afroditének, de a lényeg a lényeg, hogy ő ő a szerelem, a vágy, tehát ő kifejezetten a, a, a fizikai, a testi erotikus vágynak az istennője, meg a szerelemnek is, de itt a szerelmet azt nem egy ilyen éteri dologként kell elképzelni, hanem, hanem az az igazi földi testi szerelem. Ennek az istenője Afroditi, és ő is tudott nagyon kegyetlen lenni, főleg azokkal, akik megpróbáltak neki ellenállni. Tehát, hogyha, hogyha valaki megpróbálta legyőzni ezt a vágyat, ha megpróbált ellenállni a szerelemnek, akkor Afroditi időnként egészen kegyetlenül tudott vele elbánni. És a roma, rómaiaknál pedig Vénusz lesz, majd pontosabban igazán latinosan Vénusznak kell ezt ejteni, de így a hétköznapokban Vénusznak szoktuk mondani, tehát ő lesz a római mitológiában Afrodité megfelelője. A következő istenség Apollón, ő egy nagyon-nagyon-nagyon sok oldalú isten, nagyon sok minden kötődik hozzá, egyrészt a költészet, ugye éppen ezért legtöbbször a a jelképe Apollónnak ez a húrú lant, amit Hermésztől kapott, majd nem sokára elmondom azt is, hogy hogyan. Tehát egyrészt a költészetnek az istene, de a jóslásnak, a gyógyításnak, a bajelhárításnak az istene is. Ő a múzsák karának a vezetője, ugye a múzsák a, a kilenc múzsa a művészetnek az istennői tehát ő vezeti a múzsák karát, de egyfajta napistenségként is él a görög mitológiában, ezért, gyakori, hozzá a hozzátapott jelző az a folybosz, vagyis fényességes, folybosz apollónként is szokták emlegetni. Ő Zeusnak és Létónak a fia, van egy ikertestvére testvére is, Artemis, róla is mindjárt lesz szó. És amikor Héra megtudta, hogy Zeus már megint félrelépett, és gyereket csinált valaki másnak, akkor ráküldött egy kígyót, egy Python nevű kígyót Létóra, azonban, és Létó nagyon hosszan menekült, tehát egész terhessége alatt menekült ezelől a szörnyű kígyó elől, aztán Apollón, ahogy megszületett, egyből lenyilazta ezt a kígyót, tehát sikerült, sikerült, az édesanyjának túlélni ezt az üldöztetést, és megszülni a két gyermekét, Apollónt és Artemiszt, és amikor Apollón megszületett, akkor lenyilazta a kígyót, és ahol eltemette ezt a, ezt a Python nevű szörnyű kígyót, ott alapította meg a Jósdáját, amit Delfolynak nevezett el, és az ókori görög kultúrában ugye egy nagyon fontos kultikus hely Delfoly, ahol ahova a jóslásért, jóslatokért a jövőt fürkészni mennek a görögök, és ugye Delfoly arról is híres, hogy mindig nagyon több értelmű jóslatokat ad. És ugye a, a, görög mitológiában is abból van sokszor a baj, hogy valaki megkapja a jóslatot, és félreértelmezés, annak mentén kezd el cselekedni, és aztán pont ettől fordulnak rosszra a dolgok, vagy pont ettől teljesedik be az a jóslat, amit próbált elkerülni. Apollón is egy eléggé kegyetlen, bosszúálló Istenség, és a rómaiaknál pedig Apolló néven emlegetik. Pallas Szaténé a következő, a fontosabb istenek közül, ő egy istennő, Zeusnak és Métisznek a lánya, de Zeus kapott egy kedvezőtlen jóslatot, ezért a terhes Métiszt lenyelte egy az egyben, tehát ő hordta ki magában pallaszaténét a fejében, egészen pontos, ugye ez is szimbolikus, hiszen látjuk majd, hogy pallaszaténé a bölcsességnek, a tudásnak és a, a, stratégiának, a bölcs háborúnak lesz az istennője. És amikor eljött a szülés ideje, akkor Héfaisztosz született, ö, sietett Zeusnak a segítségére, és egy pöröljel, egy kalapáccsal fölnyitott az Zeus fejét, és ebből pattant ki teljes fegyverzetben, teljes díszben aténi. Tehát ez is, ez is uh, szimbolizálja azt, hogy ő a tudásnak, az istennője, és hogy nagyon sokat örökölt Zeusnak a bölcsességéből. Nem is véletlen, hogy tulajdonképpen ő a kedvenc gyermeke, Zeusnak ezt el lehet mondani, hogy ők mindig nagyon nagyon jól kijöttek egymással, általában minden konfliktusban ugyanazon az oldalon állnak, és tényleg, tényleg nagyon jóban vannak. A többi gyerekével Zeus az nagyon sokszor keveredik majd kisebb-nagyobb nézeteltérésbe, de Pallas-Aténével nagyon jó az apa-lánya kapcsolat, hogy úgy mondjuk. A Pallas az egy jelző, és onnan kapta ezt a jelzőjét Aténé, hogy, hogy megölt egy Pallas nevű gigászt, vagyis óriást, és a bőréből készítette el a pajzsát a rómaiak egyébként majd Minervával fogják azonosítani, és a bagoly az ő attribútuma nagyon sokszor, illetve szokták még, még könyvel is ábrázolni a későbbiekben. Tehát um, Minerva Pallaszaténé így a bölcsességgel, a tudással és a higgadt, stratégikus gondolkodással kapcsolódik össze. Tehát ez nagyon fontos, hogy Pallaszaténé nem csak a szerzett tudásnak az istenője az, hogy megtanulsz dolgokat, hanem, a, hanem az intelligenciának is az istenője. Tehát az, hogy tudsz stratégiában gondolkodni és higgadtan mérlegelni a körülményeket. Ő egy kifejezetten szimpatikus istenő, egyébként bár azért tud ő is belekavarni a dolgokba, ezt majd a trójai háborúnál látni fogjuk. Na, a következő Artemis, ő Apollónak az testvéje, de ahogyan mondtam, ő is egy istenő, mégpedig az erdő, a vadászat, a vadak, a természet istennője. Ugye nagyjából az a leosztás, hogy, hogy, hogy felel a mezőgazdaságért, tehát amikor az ember műveli meg a természetet, azért Démétér felel, felel a, az, hogy mondjam, az érintetlen természetért, tehát az erdőért, a vadakért, a vadvilágért, ha úgy tetszik, azért pedig Artemis a felelős. Ugye nagyon sokszor ábrázolják nyillal, hiszen egy vadász istennőről van szó és ahogyan az Iker testvére Apollón egyfajta napistenség, Artemis a holdal szokták összekapcsolni. És érdekes módon a szülésnek a védnöke is, vagy védelmezője is ő, tehát a szülő nők is Artemishez imádkoztak, és Artemis már rögtön születése után segítkezett az anyjának, a saját testvére, Iker Apollón megszületésénél is, de ő maga soha nem szült gyermeket, és egy szűz istennő, és egy nagyon harcias, egy nagyon erőszakos szűz istennő. Tehát nagyon, nagyon nehezen viselte, hogyha valaki megpróbálta őt elcsábítani, vagy a szüzességére tört, akkor nagyon kegyetlen bosszút tudott állni. És, és tulajdonképpen úgy mondanánk, hogy ő egy ilyen környezetvédő istennő is, hiszen a természetnek az élőlényeit nagyon harciasan védi. De ett, emellett is, mint mondtam, nagyon, nagyon kegyetlen és bosszúálló is tud lenni. És a rómaiak pedig Dianával azonosították. A következő az egyik legérdekesebb, és ha úgy tetszik a legvagányabb istenség szerintem, Hermész. őt ugye nagyon sokszor a szárnyas sarujával szokták ábrázolni, amivel nagyon gyorsan tudott menni egyik helyről a másikra. Ő is egy elég sokoldalú istenség, a vándorok, a kereskedők, az ügyes tolvajok, ez fontos, hogy az ügyes tolvajoknak az istene, de például a nagy sportversenyek előtt, vagy a, igen, a nagy erőpróbák előtt az atléták is hozzá imádkoztak, és ő volt az, aki a holtak lelkét elvezett az a alvilágba. Tehát ha nagyon egyszerűen kellene jellemezni, akkor a Hermész az az, az, az örök mozgásban levésnek az istenet, tehát olyan, olyan mint, egy, mint egy golyó folyton mozgásban van, és nagyon csintalan, tehát egy nagyon csintalan istenség is, szeretett borsot törni az istenek orra alá, de nem volt gonosz. Tehát ő, ő, nem úgy volt csintalan, hogy ilyen nagy bajokat csinált, meg mindig azon gondolkodott, hogy, hogy hol kinek tehetne keresztbe, de azért úgy, úgy szerette, a, szerette a balhékat ő is. Például élete első napján ellopta Apollónak a marháit, tehát gyakorlatilag egy csecsemő korából már borsot tölt egy, egy, másik istenség orra alá, és kárpótlásul ő csinálta Apollónnak teknőcéjból a lantot, azt a bizonyos hétfurú lantot, amit görögül egyébként lűrának hívnak, és innen jön a líra szó, ami a három műnem egyikének a neve, és ami aztán Apollónnak a védjegye lett. Ő egyébként az Istenek hírnöke is, és ő az tehát legtöbbször őt szaladja Zeus, hogyha valamit el kell intézni. Tehát ő egy ilyen nagyon agilisan mozgó, kis ügyintéző istenség. És a rómaiak pedig Merkúriusszal azonosították Hermészt. És a következő, az utolsó a főbb Istenek között, az Dionysos. Ő, ő is egy nagyon hogy mondjam, ellentmondásos istenség. Az egyik érdekessége a származásának az, hogy neki egy földi halandó, egy halandó nő, egy halandó királylány az anyja, akit Zeus halandó férfiként csábított el, és akit, akit bizony megölt Héra. Tehát Héra addig kavart, amíg, amíg szem elé meghalt, és Zeusnak a combjában kellett kihordania Dionysoszt. Aztán Dionysos miután megszületett, ő lett a bor, a mámor, a szőlőtermesztés istene, és ő egy nagyon, nagyon zabolázhatatlan istenség. Tehát tulajdonképpen, ha mai szóval akarnánk mondani, akkor, akkor ő a, egyrészt, a, egyrészt a mulatás, a buli, a parti istene is, de ő, ő az a addikciónak, a függésnek, a romboló, romboló um, mámornak is ő az istene. Például nagyon, nagyon um, hogy mondjam, durva orgiákba fordult időnként egy-egy Dionysos ünnep, és tehát egy, mondom, egy, egy, -egy nagyon zabolázhatatlan istenség sokszor, de érdekes módon a színház is Dionysos kultuszából fejlődött ki, majd ebből is fogunk később tanulni. Tehát egy nagyon fura, nagyon ellentmondásos istenség, hogy most megint szegény Percy Jacksonra tudok hivatkozni, hogyha, hogyha, olvastátok a könyvet, ott például nagyon-nagyon Szerintem nagyon uh, találóan van ábrázolva Dionysos, akit, akit mindig egy kicsit vissza kell fogni, és akiben van egy ilyen nagyon erős, uh, nagyon erős szarkazmus, és, és egy, ilyen, egy ilyen furcsa, érdekes Figura. Nyilván a Percy Jackson az már egy modern ábrázolása a, a mitológiának, de valóban, ha megnézitek a mitológia történeteit, akkor látszik, hogy Dionysos is egy ilyen, egy ilyen fura, Általában a legtöbb is az az érdekes, hogy egyikre se tudod azt mondani, hogy na ez egy jó fej, vagy ez egy rossz fej, ez egy gonosz isten, vagy ez egy, ez egy angyal ilyen jó istenség. Pont ez ettől zseniális a görög mitológia, hogy, a, hogy, az istenek is olyanok, mint az emberek. Hogy vannak uralkodó karaktervonásaik, vannak jellemző viselkedés mintáik, de azért alapvetően olyanok, mint az ember, hogy hol jók, hol rosszak, hol jól döntenek, hol rosszul, folyamatosan variálódó érdekszövetségeket kötnek egymás. Tehát nagyon, nagyon érdekesen visszatükrözi a görög mitológia az emberek világát. Na de Dionysoshoz visszatér van, rómaiaknál majd ő lesz Bakhusz, és ugye a bakkanáliák, azok a, azok, a bakkanália az tulajdonképpen az orgiának egy, egy szinonimája, tehát az a kicsit féktelenségbe hajló partizás, így tudnánk leginkább megmagyarázni mai magyar nyelven. Na, ennyi lett volna a második rész a fontosabb görög istenekről. Terveim szerint majd még lesz egy rész a különböző mitológiai lényekről, és hamarosan jelentkezem. Addig is sziasztok!